Sziasztok, én Ádám vagyok, és ez itt a Weekly Fix. Nézzük a hét legfontosabb filmes és játékos híreit. Mark Hamill még mindig nincs kibékülve a Birodalom visszavág egyik jelenetével, pontosan azzal, amelyikben Luke Skywalker egy vampa fogságából szökik meg. A nagy állatvédő hírében álló színésznek nem tetszett, hogy karaktere levágja a lény karját, szerinte Luke soha nem tenne ilyet. Ezzel valószínűleg a filmalkotói is tisztában lehettek, ugyanis Hamill elmondása szerint vele annyit osztottak meg, hogy csak elijeszti a lény fénykardjával. Mi viszont tudjuk, mi lett a suhintás vége. A színész a mai napig dühös az eset miatt. Úgy tűnik, hogy HD feldolgozást kap a 2014-es Assassin's Creed Rogue. Ezt az információt több olasz áruház együttesen szivárogtatta ki, ugyanis az online boltokban megjelent a játék adatlapja. Ezekből pedig nem csak a felújított változat érkezésére derült fény, hanem azt is megtudtuk, hogy körülbelül 30 euróba fog kerülni, és 2018. március 18-án jelenik meg Xbox One-ra és PlayStation 4-re. Vigyázat, kicsit spoilerezünk a Marvel Univerzum esetleges jövőjével kapcsolatban. A Marvel producerei nem győzik hangsúlyozni, hogy új időszámítás kezdődik a negyedik bosszúállókkal, ami valószínűleg arra utal, hogy néhány régi tagnak hamarosan búcsút intünk, hogy helyüket a fiatal, friss karakterek vehessék át a háborúk után. A rajongók szerint pedig ez az ifjú bosszúállókat is előrevetíti. Erre enged következtetni a Végtelen háború folytatásával kapcsolatos kiszivárgott részlet, amely szerint 2 éves ikerfiúkat keresnek a decemberi felvétel. Egy jelenetéhez. Ez majdnem biztosan a romantikus viszonytápoló vízió és karlátboszorkány gyermekeire utal, akik a képregényekben az ifjú bosszúállók oszlopos tagjai lettek az idők során. Egy ideje pletykálják, hogy készül a Devil May Cry sorozat új epizódja, most azonban konkrétabb információk láttak napvilágot, még ha nem is hivatalos forrásból. A Resetera nevű oldal egyik jól értesült felhasználója szerint a 2015 óta fejlesztés alatt álló új játék a Devil May Cry 4 közvetlen folytatása lesz, és feltehetőleg valamikor 2019 elején fog megjelenni multiplatform címként. A Komornak ígérkező történet főhőse a nagy kedvenc Dante lesz, de mellette ezúttal is játszhatunk majd más karakterekkel, így valószínű Néroval és egy roppant erős meglepetés szereplővel is. A játék nem nyílt világgal készül, ugyanakkor hangsúlyos lesz benne az online részleg. Az informátor szerint azonban a hivatalos bejelentésre és a demóra sajnos egészen a 2018-as E3-ig várnunk kell. Még jóval a bemutató előtt röppent fel hír arról, hogy 2 zöld lámpás is fontos szerepet kap az Igazság ligájában, azonban végül csak egy visszaemlékezésben voltak láthatók. Kiderült, hogy nem történt tévedés, mindössze sok más jelenethez hasonlóan az ő szereplésük is a vágóasztalon maradt. A vizuális effektusokon dolgozó egyik szakember szerint az eredeti stáblista utáni jelenetben Thomas Ray és Kilobog látogatta volna meg Bruce Wayne-t otthonában, feltételezhetően azért, hogy Darkseid eljövetelére figyelmeztessék. Az illető szerint azonban a jelenetet már az utómunka legelején kidobták. A Fortnite Battle Royale fejlesztői keményen fellépnek a játékukban felbukkanó csalókkal szemben, ám egy bíróságra citált játékosról kiderült, hogy kiskorú. A 14 éves srác aimbotot használt a Fortnite-ban, amivel megszegte a felhasználói megállapodást, majd olyan videót töltött fel YouTube-ra, amely a játék csalásait népszerűsíti. Az Epic ekkor vitte bíróságra az ügyet, sőt a csaló nevét is nyilvánosságra hozta, és a stúdió csak ekkor szembesült a kellemetlen helyzettel. A kiskorú bűnelkövető édesanyja persze dühös levélben védte meg gyermekét, ám az Epic Games nyilatkozata szerint kortól függetlenül senkitől sem tolerálják a csalást. Meglátjuk, mi sül ki az esetből. Ennyi volt erre a hétre a Weekly Fix, én megköszönöm a figyelmeteket, Ádám voltam, sziasztok!